erős ellenfél ellen fogunk pályára lépni holnap. Örülök neki, hogy tényleg ilyen világklasszisok ellen mutathatjuk meg a tudásunkat. Ez egy jó felkészülés az EB-re. Fontos számunkra, hogy jó ellenfelek ellen játszunk, és tényleg lássuk azt, hogy hol tartunk. A norvég ellenfél ez egy erős volt, rajtuk sikerült túljutni. Két mérkőzés alatt tényleg oda-vissza megvertük őket, de én azt gondolom, hogy a horvát válogatott egy más szintet képvisel, ezt bizonyították is a norvégok ellen. Hazai pályán jól tudom, 5-0 vagy 5-1-re verték meg, igaz, hogy idegenbe kikaptak, de mi elsősorban okkal foglalkozunk, tényleg arra azonban a hangsúly, hogy felkészüljünk az EB-re. A horvát válogatott egy kicsit hasonlít az osztrák válogatottra a játékuk, úgyhogy ebből a szempontból is egy érdekes mérkőzés lesz, úgyhogy egy remek mérkőzés előtt állunk, és nagyon várom én is, hogy fogunk teljesíteni. A lényeges dolog az, hogy ez egy barátságos mérkőzés, nem tét mérkőzés, mint a norvég, de ettől függetlenül mi játékosok szeretnénk megmutatni, hogy mi is jó játékosok vagyunk, és ez egy jó kihívás, amikor egy Real Madrid vagy Barcelonában játszó játékos ellen mutathatjuk meg azt, hogy mit tudunk, hol tartunk. Úgyhogy nagyon remélem, hogy holnap föl fogjuk venni a kesztyűt, és jól fogunk játszani holnapi mérkőzésen, de így különösen nem készülök másként, mint más mérkőzésekre. Nyilván tudom, hogy ki ellen fogok játszani, talán én előnybe vagyok, mert én azért látom a mérkőzéseket a külföldi bajnokságban, ő nem valószínű, hogy nézi a magyar mérkőzéseket, de ez egy jó kívás, meg egy élmény lesz ezek ellen játszani, és tényleg valóban megmutathatjuk, hogy mit tudunk. Ez egy nagyszerű dolog, hogy rendre a válogatott mérkőzésekre megtelik a stadion, nagyon jó körmények között játszhatunk, jó közönség előtt, minden selejtező mérkőzésen, hazai pályán, teltház előtt játszottunk, úgyhogy mondhatni ez a válogatott egy sziget, külön sziget, amit képvisel. Sajnos a bajnoki mérkőzéseken Magyarországon nincsenek annyi nézők, de örülök neki, hogy itt a válogatottnál rendszeresen teltház van, és egy plusz motiváció nekünk, tényleg egy élmény teltházas mérkőzéseken játszani, és nagyon remélem, hogy holnap jól fognak szórakozni a nézők, és természetesen szeretnénk kiszolgálni a közönséget.